Ukrajna. Államformája többpárti parlamenti köztársaság, egykamarás törvényhozó testülettel, a legfelső tanácssal. A köztársasági elnök az államfő. A kormányt a miniszterelnök irányítja. Lakosság létszáma 52 millió. Fővárosa Kijev. A hivatalos nyelv az ukrán, amely hasonló az oroszhoz, de mégsem ugyanaz. Sokak szerint a több évszázados lengyel hatás érződik. Emellett angolul kommunikálnak. Az üdvözlés kézfogással kezdődik. Nők esetében az övék a kezdeményezés. Mivel sajátos a névhasználatuk, emiatt tisztázandó, hogy a keresztnév és a családnév között áll az apai név. Fyodor Nikolájevics. Medvegy. Nikolaj fia. Az ő felesége Medvegyeva. Ha csak fel nem kérik, ne szólítsa partnerét a keresztnevén. Amennyiben kedvesen akarunk valakit megszólítani, keresztneve és apai neve együttes alkalmazásával tehetjük meg. A rokonok és barátok lelkes öleléssel és csókkal köszöntik egymást. Az öltözködésben figyelembe kell venni a hideg évszakokat. Gondoskodni kell meleg ruhákról és kiegészítőkről. Fülvédős sapka, kesztyű, olyan csizma, amelynek nem csúszik a talpa. Mivel az épületeket jól fűtik, rétegesen öltözzünk. A divat konzervatív, évekkel lemaradva a nyugat mögött. Kitartás és türelem nélkül nehéz bármit elintézni. Ők maguk nem túl pontosak, de másoktól elvárják. A problémafelvezetés legyen tárgyszerű, tartalmazza a technikai részleteket is. Az első nem még semmit nem jelent. Igen gyorsan mondanak ugyanis nemet, ha valami nincs ínyükre. Ha a tárgyaló csoportjával legalább kétszer nem vonul ki a teremből, nem fogják komolyan venni. Ők is ezt alkalmazzák, tehát vegyük fel a kesztyűt. A siker lehetősége a nyugodt kivárás, vagy a náluk történő tárgyalás. Idegen pályán ők is bizonytalanabbak. A kapkodás, türelmetlenség biztos pozícióváltást jelent. A nem válasz történelmi hagyományokon alapul. Az új dolgok itt hosszú ideig nem kapnak lehetőséget, vagy ha mégis, és befutcsolt, a felelősség az alsóbb szinté volt. Nem haszontalan gondoskodnunk olyan szakemberről, aki jól ismeri az ukrán rendelkezéseket. A pozitív döntés alapos előkészítést igényel. Legyen kéznél mindig elegendő névjegykártya, mivel nem egyszerű telefonkönyvhöz jutni. Ezért a kapcsolattartás csak a kártyán található adatok alapján lehetséges. Az idegenforgalomban a mai napig is túlzott fegyelem és bürokratizmus a jellemző. Ez a szálloda foglalásánál, illetve a szükséges papírok birtoklásánál egyaránt alapvető fontosságú. Mivel az üzleti élet a személyes kapcsolatokra épít, így a társalgási életnek döntő szerepe van. A szállodaportás feladata, hogy távol tartsa a nem odaillő embereket. Az étteremben sokat kell várni. Az étlap csak formaság. Mert jó, ha az ételek egyharmada van a valóságban is. Nagyobb társaságban érdemes menni, mert csak sok személyes asztalok vannak, de mások is odaülnek, ha kevesen vagyunk. Az asztalon két üveg van. Az egyikben víz, a másikban vodka van. Ez utóbbi nem visszazárható, így el kell fogyasztanunk. A vodka mellett a pezsgőt kedvelik. A vacsoraidő 6 órakor kezdődik. Az étteremben idegenek is felkérhetnek bárkit táncolni. Sőt, odaülhetnek asztalukhoz is. Ha valaki megbarátkozott velünk, nem jelentkezik be, hanem csak úgy felugrik néhány percre. Nagy megtiszteltetés, ha otthonukba hívnak bennünket. Itt is kemény alkohol probléma vár a vendégre, emellé ukrán ételeket is tálalnak. Sok zöldséggel és virsli savanyú erőslében, céklás káposztaleves, sima káposztaleves, uborkával és rizssel készített leves, francia mintára készített erőleves. A húsételeik hasonlítanak a mieinkhez, de kevéssé fűszerezettek. A körítés változó. Kiegészítő a sokféle halétel. Jellemző náluk a bőséges reggeli, omlett, felvágottak, natúr borjúszelet. Kedvelt a joghurt, kefir, tejföl és a sajt is. Az ételekhez inkább bort fogyasztanak, mint sört. Előital a vodka, amely esetleg végigkíséri az étkezést. A vendéglátás elmaradhatatlan része a pohárköszöntő. Minden egyes pohárnál újra mondja valaki. Válaszolni arra illik, amennyiben országunkat, cégünket, illetve személyünket köszöntötték. A szóvivő mindig a tamadá. Tőle kell engedélyt kérni a válaszra. Ha elmulasztjuk, akkor büntető poharat kell innunk. Mindig fenékig kell inni a poharat. A tea kiszorította a kávét, ez a napszak bármely időpontjában kérhető. A borra való fontos. Biztosítja a megfelelő kiszolgálást. A külföldiektől pedig különösen elvárt. A vallás terén az ukrán vagy az orosz ortodox hívei vannak túlnyomó többségben, 85%-ban. Baptisták és zsidók 5%-ban, görögkatolikusok 10%-ban. Az ajándékozás terén a hiánycikkekkel könnyű örömet szerezni. A ruhafélék, ing, nyakkendő, gyerekcipő, az öngyújtó, a karóra, az étel- és italtermosz sikeres lehet. Ha ismerősünk otthonába látogatunk, virág, likőr vagy hiánycikknek számító élelmiszer a megfelelő, de importalkoholnak is nagyon örülnek. A külföldi cigaretta mindenütt segítség. Leginkább a Marlboro és a Kent. A gesztusok terén figyelni kell, hogy legszívesebben karnyújtásnyi távolságról szeretnek kommunikálni. Az ok mutatása, ökölrázás vulgáris értelmű. A fityisznek csak az a jelentése, hogy nem kapsz semmit. A felemelt hüvely a beleegyezés jele. Nem illő szétvetett lábbal ülni, vagy bokánkat másik térdünkre feltenni. Súlyos illetlenség a nézőtérre úgy bemenni, hogy háttal vagyunk a már ott lévőknek. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a hanganyagot, reméljük hasznosnak találtad, és visszavárunk csatornánkon hetente készülő újabb hanganyagokkal.